Szóval összeesküvés szőtökevelet. Azt akarjátok, hogy lemondjam. A magánélet és a mindennapok kérdéseiről, problémáiról, valamint az ember és társadalom viszonyáról szól a Ferum Színházi Társulás legújabb előadása. A világhírű román-francia drámaíró Király drámájának átdolgozását Török Gábor rendezte. A világirodalomban ritka, sőt az én tanulmányaim, ismereteim szerint szinte egyedülálló, hogy egy olyan darabról van szó, amik az első percétől az utolsóig épp egy embernek, véletlenül éppen egy királynak a végóráiról szól. Az előadás olyan kérdéseket feszeget, hogy összeegyeztethető a kilátástalanság és a remény, a hatalmi mámor és az emberség, megőrizhető-e az emberi méltóság a pusztulásban. A darabban a tragédia keveredik a komédiával, a humor a szórakozással. Törekszünk rá, hogy a humor azért jelen legyen a mi előadásunkban is, mert annyira fajsúlyos és érzelmileg, tehát olyan témákat érint, ami érzelmileg nagyon meg tudja érinteni a játszókat is és a befogadót is, hogy a humor azért mindig segítség, hogy egy kicsit visszarántsa az embert és megvédje attól, hogy mondjuk a melodráma felé elcsusszon az előadás. A keserédes játékot március 7-én láthatja először a közönség a Don Bosco művelődési házban.